Jó estét kívánok, egy érdekes témáról fogunk beszélgetni. Ugyan régóta van már sofőrhívó szolgálat Magyarországon, már a 90-es években volt, ahogy én emlékszem. Ma már van vagy 40 Budapesten és Pest megyében, sőt, ma már van egy mobil alkalmazás is, ami alapján kiválaszthatjuk, hogy melyiket érdemes hívni. Vendégeim Szugyecki Márton, a Sofőröbb Sofőrszolgálat ügyvezetője, és Jegsz Dénes, aki a mobil alkalmazást kitalálta. No, uraim! Hogy is van ez a sofőrhívó szolgálat? Hogy alakult ez ki Magyarországon? Szerintem kezdte Márton. Hát igazából ennek a történelmi hátterével még nem foglalkoztam. Gondolom az emberek ókor óta, legalább az ókor óta alkoholt fogyasztanak, és az újkorban autót is elkezdtek vezetni. És hát amiatt ez a két dolog jogilag nem fér össze, azóta... Jó, azt tudjuk, hogy ez magyar találmánya, vagy volt olyan, ahol már előbb volt, mint nálunk? Ebből nem készültem, megmondom őszintén, nem tudom. Azt tudom, hogy Magyarországon ez a 90-es évek óta létezik, és azt tudom, hogy egyébként annak ellenére, hogy ez a 90-es évek óta létezik, meglehetősen egy szűk kör az, akinek ugye ez az evidenciájában benne van, és ez nem is biztos, hogy az ára miatt van, hanem egyszerűen, tehát hogy nem adja magát, hogy na hívok egy taxit, és ugyanúgy nem adja magát, hogy hívok egy sofőrszolgálatot. Jó, nyilvánvalóan ebben nagyon besegített az élettolerancia, ami egy ideje van, tehát egy korty alkoholt Magyarországon nem lehet meginni hivatalosan, míg vannak olyan országok, főleg a mediterrán országok, ahol egy pohár sör, két deci bort le lehet hajtani, és attól még hajtott az ember, és be is ülnek a kocsiba. Nálunk azért, hát az én ismerőseim között nagyon sok van, akik ha isznak egy kortyot, biztos, hogy nem ülnek be. És én először a 90-es évek közepén csodálkoztam rá, hogy ilyenkor lehet hívni egy szolgálatot, akik küldenek egy sofőrt, beülnek a kocsiba, ugye hazaviszik az embert, tehát másnap a saját kocsiába szállhat be, és nem kell betaxizni. Uh-huh. És ugye, ahogy én tudom, annyival olcsóbbak is ezek a szolgálatok. Hát igen, szerintem magának a sofőrszolgálatoknak a történeti hátterét az pont ez a... üzleti vagy piaci igény indította el, vagy indította útjára. Ugye a rendszerváltás után szerintem ez meg is jelent ez a szolgáltatás, hiszen ugye ott volt a Márton által említett, meg az általad említett igény, hogyha iszom, és a kocsival szeretnék hazajutni, és a kocsimat magam mellett tudva ébredni, akkor erre egy kézenfekvő megoldást kínál a sofőrszolgálat. Én úgy látom, hogy az igazából főleg, vagy itt a közép-kelet-európában, főként Magyarországon terjedt el. Ennek szerintem sok összetevője van, hogy miért pont itt. Környező országban nincs is, vagy nem jellemző? Úgy mondanám, hogy nem jellemző. Romániában egy ilyen szolgáltatót találtam, de a környező országokban is nagyon elvétve vannak ilyen szolgáltatások, tehát ahol még magyarázni kell, hogy mi az a szolgáltatás, ott úgy gondolom, hogy nincs elterjedve. De egy picit távolabb megyünk, mondjuk Oroszországig elmegyünk, ahol mondjuk a két legnépesebb város, Moszkva-Szentpétervár, ahol a kettőt együtt több mint 20 millióan lakják, vagy közel 20 millióan lakják, ott már ez a szolgáltatás megjelenik, de maga a népszerűsége, ha lakosság számára vetítjük, akkor szerintem közel sem akkora, mint mondjuk Budapesten és környéken. Értem. Márton, mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen sofőrhívó szolgáltatást alapítson? Gondolom leginkább jó sofőrök. Hát kellenek hozzá jó sofőrök, egy jó honlap, és hát kellenek hozzá természetesen ügyfelek is, akik mondjuk adott esetben hétről hétre minket tudnak választani. Igen, na most én, ahogy hallottam, bár felmérés ezügyben nem készült, legalábbis én nem találtam rá, van egy személyes vállalkozás, és van olyan is, ahol 20-25 sofőr is dolgozik. Melyik a gazdaságosabb? Hát egyértelműen azt szoktam mondani, hogy minél nagyobb egy cég, annál olcsóbban lehet drága. Tehát... Annál jobb szolgáltatást fog nyújtani, annál gazdaságosabban fogja tudni előállítani ezt a szolgáltatást. És hogyha megfelelő a menedzsment mentalitása, akkor azt gondolom, hogy annál inkább oda fognak jönni egyre inkább az ügyfelek. Kik az ügyfelek? Tehát a te tapasztalataid szerint kik veszik ezt igénybe? Leginkább üzletemberek? Hát én azt mondom, hogy... Én picit reklámosan azt mondanám, hogy a 25-39 éves AB státuszúak,
Ez tehát ugyan, ez a bulizós korosztály. Hát nem tudom, én 18 évesen többet buliztam, de... De lehet, hogy nem volt kocsid. Az igaz. Napukámnak volt, össze is törtem. De ugye nem ittesen? Nem. Jó. Jó. Tehát van egy behatárolható kör, akik ezt igénybe veszik? Én azt gondolom, hogy... Hogy tehát 25 év fölött inkább megengedhetik maguknak azt a fiatalok, hogy nem a BKV plusz gyaloglás kombót választják, hanem egyre inkább abba gondolkodnak, hogy akkor néha esetleg már hívnak taxit, és akkor utána gondolják, hogy hú, akkor elkérjük a kocsit, jaj, de akkor nem ihatunk, akkor... És akkor ez így egyre inkább kialakul, és tulajdonképpen a 30-as, 40-es korosztály meg már teljesen tudatosan úgy megy el étterem, hogy igen, ő megissza azt az egy vagy két pohár bort méltósággal, és utána ki fogja hívni a sofőrszolgálatot, hogy biztonságosan hazajusson. Igen, most árakról nem beszéltünk, bár múltkor csináltunk egy próbaszámítást, ott az derül ki, hogy egy Budapesttől 20 kilométerre lévő faluba, hogyha ugye hívunk sofőrszolgálatot, akkor körülbelül fele annyiba kerül, mintha taxival mennénk haza, plusz még az az előnye van, hogy másnap reggel otthon van a kocsi, tehát azzal indulhatunk munkába. Ez kb. Megfelel az átlagnak? Ez nagyjából megfelel az átlagnak, és akkor itt, ha már egyébként az árakról van szó, ez Déves tudja, ez nekem egy veszőparipám. Igazából azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki hosszú távon minőségi szolgáltatást tudjon nyújtani, ahhoz nem úgy kellene megjelenni a piacon. Van olyan versenytársunk, aki úgy reklámozza magát, hogy legolcsóbbtól is olcsóbb. Nem tudom, hogy azok a kedves nézők, akik mondjuk fogyasztanak alkoholt, és mondjuk esetleg választanak egy sört a boltban, vagy egy bort, azt a bort emelik el mondjuk a polcról, amelyik a legolcsóbbtól is olcsóbb. Tehát gondolom talán nem. Valahogy így van ez a sofőrszolgálatoknál is, tehát hogyha valami annyira olcsó, hogy már a legolcsóbbtól is olcsóbb, és ez a marketing üzenete, tehát hogyha holnap jön valaki, aki azt hiszi, hogy ez jó üzlet, és megcsinálja még olcsóbban, akkor neki megint alá kell mennie, mint ahogy a vízben volt a heringekkel, tudják. Hát gyakorlatilag az van, hogy egy idő után el fog veszni a minőség, és azt gondolom egyébként, hogy hasonló módon, mint ahogy a taxik működése és a fővárosban azért szabályok közé van szorítva, nem mondom, hogy feltétlenül annyira szigorúan, de mindenféleképpen kellene a butaságnak egy határt szabni. Jó, a sofőrhívó szolgálatok általában hol reklámozzák magukat? Az online marketing az, azt gondolom, ami viszonylag erős, hát aztán vannak mindenféle ilyen gerilla technológiák, hogy a Rosdell Suzuki-nak fölteszik a tetejére ilyen taxiszerűen az, hogy sofőrszolgálat, nem tudom, hogy hányszor fordult elő, de intették őket emiatt. De gyakorlatilag, tehát elsősorban az online megjelenésekben szoktak erősek lenni a sofőrszolgálatok, hát már aki egyetem, tehát ugye gondolkodik abban, hogy legyen ereje. Tehát az ATL, azt gondolom, az viszonylag ritkán van, tehát a klasszikus média, televízió, rádió, óriás plakáttal azt hiszem nem is találkoztam még. Televízióban, rádióban, igen, rádióban egyébként mi is hirdettünk már. Ja, tehát ezek szerint, hogyha valaki először szorul rá, és először keres rá, akkor az okostelefonjába elkezd keresgélni, és akkor talál egyet vagy kettőt. No, hát ide tartozik akkor, Dénes, a te találmányod, ami erről szól. De meséld már, hogy hogy is jutott eszedbe, hogy érdemes lenne egy ilyen mobil applikációt kitalálni. Hát igen, én Mártonnal ellentétben én a fogyasztói oldalán voltam ennek a piacnak vagy iparágnak. Tehát én voltam a nagyjából a célcsoportba is szerintem beleillek, amit Márton felvázolt. Egy téli éjszakán indult ez a, vagy jött az ötlet, amikor is a barátokkal edzés után megittunk két pohár sört, és ezután hívtam egy sofőrszolgálatot, szintén ilyen online felületen az egyik legnagyobb keresőben találtam egyet, talán a legfelsőt választottam, akik 50 perces kiérkezési időt ígértek, ami önmagában sem rövid szerintem, de ezt még tudták tetézni azzal, hogy másfél óra múlva értek ki. Ekkor megfogadtam, hogy velük soha többet nem megyek, de nem tettem további lépéseket az ügy érdekében. Magyarul nem mentettem el a számukat, hiszen nem szerettem volna velük újra utazni.
de ezt rosszul tettem, hiszen egy következő alkalommal egy az egyben ugyanez a hiba megismétlődött, és mivel a nevükre sem emlékeztem, vagy talán más néven hirdettek, ezt nem tudom pontosan, sikerült újra ugyanőket kihívni, és ugyanúgy belesétáltam ugyanebbe a csapdába, és ekkor kezdtem el. Ahelyett, hogy hívtad volna a fogyasztóvédelmet? Igen, akár azt is lehetett volna. És akkor ekkor gondoltam, hogy egy kicsit jobban utána nézek ennek a piacnak. Kerestem fórumokat, hogy hol lehet megnézni, hogy melyik az a sofőrszolgálat, ami mondjuk gyorsabb, minőségibb szolgáltatást nyújt, hogyha azt mondja, hogy fél óra, akkor fél óra. És nekem igazából az volt a bajom, hogy nincs előttem egy ilyen étlap mondjuk, hogy ahol látnám, hogy nem tudom, az egyik sofőrszolgálat az még nagyon jó szolgáltatást nyújt, viszont 1000 forinttal drágább, a másik gyatrább szolgáltatást nyújt, sokszor késik, viszont mondjuk nem tudom, 500 forinttal olcsóbb, mint az átlag. És mivel nem találtam se ilyen fórumot, se ilyen rendelő felületet, ami szerintem így a 21. században szükséges szinte minden iparágban, ezért úgy döntöttem, hogy létrehozok egy ilyet, de mivel úgy gondolom, hogy a fórum az nem feltétlen egy ilyen jövőben mutató vagy mai dolog, ezért egy mobil applikáció lett ennek a fórum kerete. Ez egy passzív dolog lett volna, ugye? Az csak el lehetett volna nézni. Hát igen, a fórum az annak sok negatív oldal, vagy sok gyengesége van, inkább úgy mondom. Például az, hogy könnyen lehet manipulálni. Tehát ha bemegy valaki, és akkor pár álnéven beírja, hogy a nem tudom, valamelyik sofőrszolgált nagyon jó, nagyon rossz, akkor az idők végezetéig ott lesz, és lehet, hogy soha életében nem is utazott az adott sofőrszolgálattal. A mi applikációnknak az az előnye, hogy gyakorlatilag élő ajánlatadással az ügyfél azonnal látja, hogy amit az elején mondtam, étlapszerűen, hogy az egyik sofőrszolgálat milyen minőségű szolgáltatást nyújt. Ezt onnan lehet látni, hogy az érték, azon ügyfelek, akik igénybe vették a szolgáltatást, értékelik a sofőrszolgálatokat. Látja, hogy mikor érkezik ki, hiszen ez egyik sofőrszolgálat se tudja mondani, hogy ő a leggyorsabb, hiszen ez helytől és éppen az aktuális időtől minden pillanatban változik, illetve az olcsóságot is, vagy a árát, inkább úgy mondom, azt is lehet látni. És akkor ebből a három összetevőből, illetve a későbbiekben tervezünk bevezetni további objektív mérőket is, mint például, hogy van-e biztosítása, ha van biztosítása, akkor milyen biztosítása van, bankkártyával lehet-e fizetni, stb. Tehát ezeket az ilyen objektív ismérveket a nagyon közel jövőben, 1-2 héten belül be fogjuk vezetni, és ez is megjelenik az applikációban. Jó, azt hiszem ezek az ötletek, amik előbb-utóbb megvalósulnak, itt csak az a kérdés, hogy ki ébredt föl először, hát nyilván neked ez a téli éjszaka, ez a maradandó sérüléseket okozott, hogy megcsináltad ezt az applikációt. Na most a sofőrhívó szolgálatoknak ez mennyire volt szimpatikus elsőre? Hogy fogadták? Hogy összehasonlítja őket egy fórum, egy applikáció? Igen. Egy picit pontosítanék, tehát ők a sofőrszolgálatok, és maga az applikációnak a neve az, hogy sofőrhívó. Az az érdekes, hogy az elején ettől a részétől féltem a megvalósításnak, hogy a sofőrszolgálatok viszonylag nagy ellenállást fognak tanúsítani, ez ellen, hogy miért érném meg nekik ide bejönni, de aztán szerintem sikerült jó érvekkel gyakorlatilag rábeszélnem őket, és viszonylag nagy találati arányjal, hogy gyakorlatilag el tudott indulni ez a szolgáltatás, és a kritikus tömeget így a szolgáltatók részéről viszonylag hamar el tudtuk lépni. Mm-hmm. Mit tapasztaltál, mennyire nyitottak egyáltalán, milyenek ezek a sofőrszolgálatok? Mármint a vezetőjük, akikkel tárgyaltál. Igen, ez egy érdekes iparág. Jellemzően ilyen, de majd Márton majd megcáfol, hogyha rosszul mondom. Tehát ő csak az egyik közül. Jellemzően kézirányítással működnek. Nagyon sokszor a tulajdonos, aki egyben az ügyvezető is, ugye itt olyan pici cégekről beszélünk, ahol ez nem válik ketté, de olyannyira nem, hogy sokszor a tulajdonos, aki az ügyvezető, egyben a diszpécser is. Sőt, vannak olyan még kisebb cégek, ahol még akár sofőrnek is beáll az ügyvezető.
érdekes, hogy az applikációban tényleg a legnagyobbaktól a legkisebbekig egyelőre mindenki megtalálható. Szóval voltak, akik úgy érezték, hogy ebből nem lehet kimaradni. Így van, így van. Többen meglátták az elején a potenciált. Nyilván, vagy az a célunk, hogy nagyon rövid időn belül odaig eljussunk, hogy megkerülhetett legyen az alkalmazásba való bekerülés, ugyanúgy, mint hogyha nem tudom, mondhatok más iparági példákat. Hogyne. Ugyanúgy, mintha valaki ételt szeretne rendelni, akkor a netpincér gyakorlatilag megkerülhetetlen szereplő. Tehát hiába hoz létre valaki egy éttermet, csinál egy saját honlapot, az a honlap az nem lesz egy forgalmas. Tényleg honnan vetted a példát, esetleg más iparágakba körülnézte ez ügyben, hogy hogy működik? Alapvetően igen, tehát gyakorlatilag ezek az applikációk, honlapok, alkalmazások, programok, ezek gyakorlatilag már a mindennapjaink részévé váltak. Ha tényleg számítástechnikai terméket szeretnék megtalálni az interneten, akkor arra ott vannak a árgép árukereső oldalak. Neked nem támad konkurenciád? Amikor elkezdtük fejleszteni az applikációt, akkor észrevettük, hogy van egy hasonló próbálkozás, de úgy vettük észre, hogy gyakorlatilag ez a csirájában el is hervadt. Valószínűleg a helyismeret, kitartás, tőke, illetve az üzleti koncepció egy picit más volt. Valószínűleg ezek miatt nem tudott ez a próbálkozás kiteljesedni és a piacon megjelenni. Jó, de miután ugye maga az üzletág sem túl nagy, így a te vállalkozásodnak is megvannak a maga korlátai. Ez így van, igen. A piac az viszonylag, vagy jelen pillanatban megvan a piacnak valamekkora mérete. De én úgy gondolom, hogy ez a piac ez még bővülés előtt áll. Rengeteg kiaknázatlan terület van benne. Csak egy példát mondok. Például a nappali sofőrszolgálat. Ugye jelenleg a sofőrszolgálatoknak mindenkinek az jut eszébe, hogy éjszaka, miután fogyasztott egy kis alkoholt, akkor hív egy sofőrt. De például ugyanezt lehet használni napközben, hogyha szervizbe kell vinni az autóját, gumit kell cserélni esetleg rajta, vagy le kell mosatni. Tehát ilyen esetekben is sokszor jobban megírja egy közép vagy egy felső vezetőnek, hogyha ezeket a időkiesést, vagy ezt az időkiesést, ezt inkább valaki elvégzi helyette, nem pedig a saját idejéből megy el, hiszen az ő ideje sokkal értékesebb, hogyha utána számol. Jó, Márta, amiről a DNS beszél, ugye ez egy érdekes dolog, és tényleg itt bővülhetne a piac, de ezt reklámozni kéne, tehát ezt tudatosítani kéne. Igazából ez a fajta szolgáltatás, amiről most itt a DNS beszél, ez mi már csináljuk, tehát egyfelől a sofőrszolgálatunk nappal is működik, másfelől pedig az autókölcsönzőnk, a Koala Autorent, az... Jó, de igénybe is veszik, tehát ezt már tudják az emberek, hogy erre is lehetne ezt használni? Tehát a céges tartósbérlők abszolút igénybe veszik, tehát akik mondjuk velünk kezeltetik a flottájukat, tőlünk bérlik a céges autókat, ők ezt abszolút kapják, tehát ők, hogyha olyan csomagjuk van, akkor akár még az autót is lemosatjuk nekik, de az biztos, hogy nem állunk. Jó, de gondolom ez egy kisebbség, akik rendszeresen tartanak kapcsolatot egy sofőrszolgálattal. Tehát a nagy közönség azt hiszem egyelőről nem tud, és nem is ismeri ennek a lehetőségeit. Bocsánat, egy picit vitatkoznék veled, tehát hogy szerintem de, és ezt a szolgáltatást flottakezelésnek hívják, és ezt sokan igénybe veszik, tehát az autókölcsönzőkön keresztül, és nem a sofőrszolgálatokon keresztül. Jó, de én arra gondolok, hogy talán érdemes lenne többet költeni reklámra. Ha telik, persze. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés a reklám. Ugye a legnagyobb piacvezető keresőmotor, akinek most itt a DNS előbb kerülgette a nevét, hogy a Google. Ja, okay. Igazából ugye egy fizető és kattintás alapú szolgáltatással kerülhet abba előre bárki pénzért. És ugye van egy organikus találat, amiben hála Istennek az egyik fontos kulcsszóra elsők, a másikra pedig másodikok vagyunk. Tehát ugye azért az ember nem fizet, és az AdWords-ért pedig igen. Ugye nagyon sokszor van az, hogy a felhasználók, mint ahogy a DNS is csinálta akkor korábban, minden egyes alkalommal lekattintják ezt a hirdetést azoknál, akik erre rászorulnak, hogy ezt például futtassák. És érdemes tudni, hogy itt ilyen 5-6-7-800 forintos kattintásonkénti árról beszélünk, amikor általában 3-4 kattintás, mondjuk egy jól összeszedett honlap alapján nagyjából 3-4 kattintás szül egy valós üzletet. Tehát ezt könnyű kiszámolni, hogy innentől kezdve a
a felhasználók nagyon sokszor saját magukra elköltenek 2500 forintnyi marketing költséget, és akkor csak a maradékból lehet szolgáltatni. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból lehet, hogy például sokkal jobb valóban a DNS-ek alkalmazása, hiszen ott lehet pontosan tudni azt, hogy, hogy tehát abszolút tervezhető az egész marketing költség. Valóban, tehát ugye mondtad, hogy lehetne szélesebb körben hirdetni. Én azt gondolom, hogy fogjuk is, tehát fognak még velünk is találkozni a fogyasztók. Tehát azt gondolom, hogy mint ahogy, ha mondjuk azt mondom, hogy a netpincér, ahogy mondta a Dénes, tehát az valóban egy megkerülhetetlen szolgáltatás mondjuk az éttermi piacon, ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenkinek megvannak azok az éttermek, a fejében létezik az a gasztrotérkép, hogyha ide megyek, akkor biztos, hogy erre a helyre fogok beülni, és nem egy másikra. Tehát azt gondolom, hogy a törzsközönség, a törzsvendégek, törzsutasok ugye ugyanúgy azt gondolom, hogy fent tudnak tartani egy éttermet, és az egyik, a másikat azt mondom, hogy nem helyettesíti és nem is pótolja. Uh-huh. Ti végeztetek piackutatást, vagy ez a piac ma még áttekinthető különösebb felmérés nélkül is? Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a piac teljesen áttekinthető legyen, ahhoz megint csak az általam oly sokszor emlegetett szabályozásra volna szükség. Tehát az, hogy valaki csinál egy ingyenes weboldalt, esetleg még egy AdWords fiókot is, és akkor ettől sofőrszolgálat lesz, azt gondolom, hogy ez nem annyira üdvös, hogy ez így lehet. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat, amiket egyébként mi is megkövetelünk a sofőreinktől, jó lenne, hogyha előírás lenne, tehát akár például az, hogy PÁV 2-es vizsgával rendelkezzen valami. De ez kinek volna a dolga, hogy ezt előírja? Hát én azt gondolnám, hogy akár ezt az adott önkormányzat is tudná szabályozni, ugyanúgy, mint hogy a taxis iparágat is szabályozzák. És azt gondolom, hogy amit mondtad, hogy nagyon sokszor a sofőrszolgálatok egy ilyen árversenybe mennek bele sokszor a taxikkal. Ugye azért el kell mondani, hogy tehát ahhoz, hogy mondjuk valaki sofőrszolgálat, aki legyen szolgálva, ahhoz nem minden esetben kell kétszer annyi embert fizetni, mint hogyha egy taxis szolgálja ki, de mondjuk majdnem. Tehát és az, hogyha ehhez képest ez még olcsóbb, tehát hogy egyszerűen az van, hogy feldarálják magukat ezek a szolgáltatók, kifizetik a teljes bevételüket a Google-nek reklámra. Volt olyan kollégám, aki egy ilyen cégnél dolgozott, volt olyan, hogy 2500 forintot keresett meg, és várt az összeszedő autóra, aminek kitört a kereke. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen szinten tényleg ezt úgy rendbe kellene tenni, mert akkor nem járnak úgy a kedves utasok, mint ahogy a Dénes mondjuk kétszer is járt. Mennyire ismered a konkurenciát? Tehát, hogy mondjam, bővül ez a kör? Én úgy gondolom, hogy jelenleg 3-4 olyan cég van, akit én a versenytársunknak tekintek. A többi cégnél azt gondolom, hogy ők nem várják azt a szabályozást, amit én várok. Tehát nem mindenki örülne ennek a szabályozást? Valószínűleg nem, de hosszú távon a fogyasztók biztos, hogy örülnének neki. Én azt gondolom, hogy tehát mondtad, hogy persze lehetne ATL-el reklámozni. Nagyon nagy akadálya a növekedésnek az, hogy nincs egy megbízható, egy kiszámítható szolgáltatás minden szolgáltató részéről. Tehát mint ahogy mondjuk felhívom a 6 legnagyobb taxitársaság közül randomszerűen bármelyiket, nagyjából mindegyiknél egy jó szolgáltatásra, egy kiszámítható árfekvésre találok, és tudom azt, hogy el fognak vinni A-ból B-be biztonságosan és kényelmesen. Jó, nekik megvan a bajuk az Uber taxival, tehát nekik se egyszerű, ugye, akik meg megint nincsenek szabályozva. Na mindegy, szóval én gondolom, hogy a konkurenseidnek a többsége nem nagyon örülne egy szabályozásnak, de ez én véleményem. Viszont mennyire látod, hogy bővül a konkurenciát hosszú távon? Tehát sokkal látnak ebben még üzletet? Én azt gondolom, hogy... Mert hiszen különösebb tőke nélkül ezt el lehet kezdeni, ugye? Igen. Egy-két sofőrrel is akár. Tehát persze valahogy el lehet mindent kezdeni. Csak én azt gondolom, hogy tehát ahhoz, hogy a... Tehát, hogy amíg bárki, aki azt mondja magáról, hogy na, én sofőr vagyok, az holnaptól sofőr, de lehet, hogy már mától. Én addig azt gondolom, hogy a
mindig lesznek olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ez milyen marha nagy üzlet, és akkor holnaptól ők a 123. sofőrszolgálat. Azt mondom, hogy kellene egy kis szabályozás, mert hogy azért tehát gondoljuk ezt tényleg végig józan észre. Tehát, mint hogy az Ubernél is mondtad, hogy bárki azt mondja, hogy akkor én most személyeket szállítok, és akkor ő személyeket szállít. Tehát, hogy ennek azért nem lenne szabad így működnie. Tehát arról nem beszélve, hogy, tehát, hogy az Ubernél én találkoztam olyan emberekkel, akik tehát, hogy Uber sofőrnek jelentkeztek, és tehát, hogy nem, tehát oké, hogy elmondják nekik, hogy persze abból a 140 forintos kőkemény kilométerdíjból nekik még adózniuk is fog majd kelleni. Nem tudom, hogy van egyáltalán vállalkozásuk, nem tudom, hogy el tudják-e számolni az üzemanyagot, nem tudom, hogyha nem tudják elszámolni, akkor mennyi marad belőle, miután még ők adóznak is belőle, és nem tudom, hogy adóznak-e belőle. Én attól tartok, hogy nagyon sokan közülük, akik ezt egyébként nem látják át, és picit rövid távon gondolkodnak, amikor az adóhivatallal fogják szembe találni magukat, akkor nagyot fognak nézni. Jó, hát de úgy tűnik nekem, hogy azért a túlszabályozott piacnak megvannak ennek a veszélyei, hogy bizonyos iparágakba jönnek a gerillák. Vagy legalábbis próbálkoznak, és egy ideig, ameddig le nem állítják, hát most itt a Uber ugye sok országban nagy vita tárgya, addig működnek is. De hát akkor elmehetünk egészen az internetig, az ingyenes zene letöltésig, amióta ugye nem fogynak a CD-k. Igen, én úgy tehát nagyon messzire vezet ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy a központi szabályozáshoz képest az is fontos minden egyes piac számára, de az inkább csak így a keretet kellene, hogy megadja. Itt a sofőrszolgálatoknál szerintem az alkalmazásunk a sofőrhívóval gyakorlatilag a piac önmagát is tudja szabályozni, hiszen a valódi vásárlói visszajelzések az, hogy tényleg objektív paraméterek, mondom, még egyszer biztosítás, bankkártya, az értékelést is lehet tovább finomítani, hogy mennyire volt pontos, milyen volt a megjelenése a sofőrnek. Ezek alapján gyakorlatilag egy valósabb képet kaphatnak a felhasználók, hogy milyen szolgáltatás vár rájuk, illetve ezek a apró kis pici plusz szolgáltatások, vagy plusz tényezők, gyakorlatilag a piacot önmagát tudja szabályozni ezzel a piac, hiszen ha a konkurens mondjuk egyenpólóban jár, és mondjuk ezzel az aprósággal több vevőt tud vonzani, vagy adott esetben mindig percre pontosan érkezik a sofőr, és ezzel több vevőt tud szerezni, akkor gyakorlatilag a többi sofőrszolgálatot is ugyanebbe a versenyhelyzetbe kényszeríti bele. Jó, tehát ezzel te azt mondod, hogy a te applikáció tulajdonképpen a versenyt tisztítja, ha úgy tetszik, vagy a versenyt élezi? Transzparensebbé teszi, én úgy mondom. Az ügyfél kezébe adjuk a döntést, hogy amennyiben tényleg egy a legolcsóbb szolgáltatást szeretné választani, azt is megtalálja, illetve amennyiben a legjobb, vagy egy minőségibb szolgáltatást szeretne kapni, jó áron szintén, azt is megtalálja. Jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Köszönöm.